Így inni. Szavaztok, ez itt a Grill Light, egy kis arkád. Ismét reméljük, hogy betölti. Ventilátor még mindig megy. Aznap veszem föl, amikor a Tini Ninja teknőcök időutazós bitemapját veszem. Úgyhogy élvezkedés van 100 000-rel, még viszketés, bazd meg. Nagyon meleg van, geci. Mosakodhat itt az ember 50 000 szerkecó. Uaj, az igen. Először azt hittem, van egy kis gond a cuccal, de úgy látom, hogy már... ez egy jó játék lesz, geci. Hang Huan van itt minden. Ez a Christopher és Jake. Menjünk ezzel a metal arccal. Remélem, nem fog nagyon ordítani. Lehet itt a kreditéket előre dobálni. Ezek 83-mal. BAM! Smash! Kurva nagy ez a játék, már tetszik, bazdme. Már meggyőzött. Egy kis ilyen Splatterhouse-os életérzésem. Csak egy kicsikét animésítve. Aranytöm, ez aztán arra marha nagy szükségük van így a zombik terén, bazen. Picit lassú ez a játék, de úgy aranyos. Gitár egy kicsit siet, de na. A pizza time nem lesz, hogy valami. Ó, ott volt Jason, geci. Jason Voorhees. Ez még nem haj az a Splatterhouse-ra. Á, de hogy... ilyen exoskeletonos, szőke rocker csávó állattal kell mennél. Hamburger. Helyett hotdog. Az mi a fasz? Hát, fölvettük. Speciális képesség is van. Ez kurva jó. Csak a hot dogot hogy veszik fel, arra jött. Az igen. Oh, Frankenstein. Szörnye. Hát egy pofonos voltam. Menj a kurva anyádba! Túl lassúak vagyunk, ez a baj. Váltsunk csávót!
Ebből én is sebződtem, úgy látom. Menjünk ezzel a professzorról. Nem rossz kinézetű. Karakteresse. Ő szimpatikus. Megkipróbáljuk a csajszit is. Úgy is meg fogunk még 50 000-szer dögleni. A kurva szádok. Állj már le, buzi. Ómázás, nem értem. Na csajszika. Na. Mi látom, hogy a női karakterek az ilyen beat'em up-okban mindig fürgébbek. Castlevania behatás. Igen, fürgébbnek tűnik a csaj. De lehet, hogy ez csak egy ilyen izé, vagy sokkal gyengébb. Na, ezeket se érdemes szétverni. Werewolf, bazd meg! Geci nagy ez a játék! Bár ez a kínai kis hölgy nem nagyon illik így a leltár. Bár az, hogy ázsiai játék, lehet, hogy azért, hogy legyen egy kínai karakter, vagy nem tudom. Na. Sok werewolf, csávó. Ja, bazzai, majdnem utolértem. Hátra kell menni, bazzai, mert már túlsprinteltem a kocsit. Jaj, mi ez? Mi az a köcsög gyerek ott a? Sokkal erősebbet jut a csávó, igen. Cserébe jó lassú. De bár néha tud lőni. A kurva anyádat. Állj már, te vén szar. Pinocchio meg a buzi csicska Geppetto, geci, bazd meg. Menj már a nyárba. Verem, verem az anyádba a fütyimet, bazd meg, tényleg. Smash. Ez tetszik, hogy kirohadnak a világból. Ez a válszorgás nem tetszik, mondjuk. Állj már, he! És nézd meg! Végtelen, végtelen élet, bazd meg! Istenem. Rips, itt vannak a...
halottak másztak előm. Lucio Fulci filmébe, a zombiba, bazd meg. A vérfarkasok is tetszenek nekem, jó? Illik így ez a hatásba. Már nem úgy jön neki, hogy le van szakadva az alkarjuk. Boss fight lesz, úgy látom. Crush intruder. Néha elüt mellette, bazd meg. Rohadt zavaró tudni. Fuck. Ez szép volt. Pankrátoros volt. Na. Hát tudtam, amik hiányoznak, hát ezek a buzik, bazd. Remélem a fölvétel nem fog így ennyire ordítani, mint ahogy ez a játék teszi most a fülembe. Ez az. Az nagyon meg lett baszva. Az a szuperhős pozitúra, geci. Bonus game. Ready? Ja. Nem biztos talál... Ha! Vissza kell taposni őket a földbe. De valamikor így nem sikerül. Elég lassú szegény. Mondom, hogy tiszta Castlevania, bitem a babaz meg. De menni az a Jackie, geci. Köszönöm, Stinger. Rakéta! Ebből tolom a izéket, a speckó képességeket. Úgy gyerekkoromban meg lett volna ez a játék, szerintem éjjel-nappal ezzel játszottam volna, geci. Imádom az ilyeneket. Beat'em up, horror. Fasz a zenékkel. Ez egy jó játék. Ne elbasztuk, várjál. Nem dugtam be időbe kreditet? Hát igen, van egy ilyen. Van ilyen. Hát ez van, bazva. Hát öcsém, erre rábasztunk. Kezdhetjük előről. Hát van ilyen. El voltam a pofázással foglalva, és nem a ezért néztem. Nem baj! Ilyen is, ahogy elbasszuk a kreditbedobást, hát most nap. Most, hogy kellett egy kis gyakorlás, hogy belendüljünk. Csak tényleg picikét lehetne pörgősebb ez a játék. Stinger. Próbálnám elhasználni a szájba baszott izét, de...
Ez az. Nagyon adom a profi geci neked. Mit röhögsz, te buzi? Ennyi volt a professzor, testré. Jön a izé, Frankenstein. Szörnye. Nem lesz jó. Hát igen. 10 másodpercig ott kurtam a nénikém, hogy el tudott menni a kredit. Én nem értem. Megérdemlem, aki hülye halljon meg, mindig azt mondom. Á, baszta mellett, baszva, akkor újra kezdjük. Egyébként egy gyakorlása sem áll. Nézd meg, bazd meg, megszakítja ezért ugrást is, bazd meg. Te gecod! Vagy. Tudom, hogy megbaszlak. Érdekes, a begépelt kreditek megmaradtak. Milyen érdekes már. Oh, fuck. Ja. Előre, hátra, ezzel bár... Ja, eressük valami kőrakásra, vigyázzuk el! Na, Geppetto meg a... faszopó buzi Pinocchio haverja. Van buzikám! Hiába baszod az anyádat! Geppetto, geci! Egy második alkalmas játékra mennyivel jobban megy ma a boss fight is! Oké, bekómáztat, azt nem szeretem. Meg a levegőbe kijut, az ilyen románság nagyon. Meg nem érem el a izét, bazd meg. Ez az. Ah.
hasonló, mint a másik karakter, csak ilyen zombi verzióban. Akaranyámá! Gólem, geci! Így is képesek mellé rúgni, gec. Erős pózolás. Túl sértük magunkat. Most jön a bónusz játék. Ready? De nézzek, akkor abszolút nem tudok rálépni. Te most többet tudtam megtaposni. Stinger! Szellemvasút hangok, geci! De legalább ne kombózd az a harapós faszopó, érted? Egy úrhosszáj. Manyádba. Megkíséltük. Na, most nézd meg, te az a román. Stinger, ez az. Ha már fölvettük, akkor használjuk. De érdekes, ennek nincsen HP csíkja. Itt basztam el az előbb. Nem is kell, hogy legyen. Ez mi volt? Ja, giotin, bazd meg. Csak bele volt zárva, és úgy sebzett. Ez érdekes. De látom, az ellenfelek is így beleszaladnak, ami kurva jó. Ki az a dagadt buzi, bazd meg? Az alienbe volt. Egy késik a gitár, tényleg. Ez a liftes részek, ezek nagyon aranyosak. Este van már. Próbálok nem annyit ordítozni így a játék előtt. Elmúlt 9 óra.
Már a konszolidációról szó sem lehet, tehát ha ilyen játékokban benne vagyok, akkor aztán minden megy. A trágárságnak minden szintje, úgyhogy... Csak kár, nincsen valami jó kis HP növelő, vagy bármi. Ez a papagáj fejű hülye. Tudtam, hogy a szobrot szét lehet verni. Csak abban bíztam, hogy a lovagon. Most nagyon elkaptam. Smash. Csak egy pofon kell a buzinak. Érted? Basszalak meg. Hát most ezen múlna az életem. Nagyon mérges lenni. Kardját kellett, kár nem lehetett használni. Például ez nekem tetszene, hogyha mondjuk így fejlődne a karakter, úgy mint a Knights of the Rune-ba. Ez hangulatos volt, hogy a végén már ilyen... Még hogyha nem is voltunk sokkal erősebbek, de legalább ilyen... Nőtt a páncél, vagy... Láttad, hogy átment egy némi fejlődésen a karakter. Na, a fú... Érdekes pont, hogy a dagadtat ugráltatják, meg a dagad gurul, meg ilyenek. Jó, a gurul, mert dagad, de... De az trükközök, az ezért nem a sovány farkas ember például. Milyen érdekes már. Attól várna az ember ilyen trükközés, nem ajzétől. Egy ilyen hájas karaktertől, érted? Az a Jason, ez nagyon jó bírő. A vérfarkasokat se kell félteni, úgy látom. Itt a meteorit darabotta. Ja, ez egy kő volt. Egy oktatáskor mi volt? Egy kő, amit eldobhatsz. Hát teljesen megérte kidolgozni ezt a... dolgot, én azt mondom. Ó. Vámpír ura. És ilyen zöld szarrá változnak, amikor meghalnak, érted? Mint a mocsár lény. Jó, ki lehet porolni a zombikat azért. Az egy nagyon jó játék. Ajánlom mindenkinek. Aki hasonlóan szereti a beat'em up-okat, mint én. Oh. Enemy egy, de miért nem adnak neki mondjuk egy nevet, tehát a Dracula vagy, vagy Alucard, vagy Szopola, vagy bármiért, érted? Vagy Dr. Akula, vagy akármiért, érted? Basz meg, tehát... Enemy egy, ez ilyen személytelenebbé, ilyen tucat horrorosabbá teszi, ha ez... Hát mondjuk ilyen slasher, hát na. Jó slasher beat'em up. Hát igen. Á, stingerem elfogyott. Á! Ez jó, hogy használtuk. Mikor rárugom el az a bal?
sárka, mint néha ilyen. Az igen, beletapasztjuk a földbe, az jó volt. Meg kibasz, minket macskát szar. Tehát ha nagyobb sebet kap, pillanatira kap négy adag sérthetetlenséget. Ez az. Dracula halott. És élvezik. Meg én is élvezek. Ki lehet az, aki Draculánál is komolyabb ellenfél lehet egy ilyen slasher játékban? Ez annyira tetszik, hogy... Jaj, bassz, hogy már nem elkúrtam, geci! De nem figyelj, csak pofázok. Ha nyomom a izé gombot, akkor felgyorsul a számlálás. Nem, sem biztos, hogy lett volna erőm még egyszer neki kezdeni így a játékhoz. Ezzel valami piramis lesz. A múmia! A múmia! Múmia tesó, bazdmeg! Az lenne a rossz, ha úgy lett volna megcsinálva, hogyha a zöldet vered, a zöld csökken, ha a narancsot vered, akkor a narancs csökken, és akkor az egyik mindig gyógyulna. És akkor tényleg ki kéne spécizni a egyiket, hogy csak az egyiket ütöd meg. Ahogy le tud őket győzni, ez már valamilyen szintén egy ilyen minimál taktika lenne. Hát akkoriban még, amikor gondolom ezt csinálták, akkor még nem nagyon izéltek. Pörögtek el. Hú, de ebben HP-m több fel elment, azért ez kemény. De úgy látom, akkor ezek szerint a kettő szörny, kettő múmia, egy HP-val rendelkezik. Bizony, bizony, bizony egy HP-val rendelkezik. Nem, mert lehetett tekerni, mi a fasz? Space megnyomod! Ez érdekes. Van ilyen opció benne. Az igen! Az igen, akkor az nagyon mindenki mindenki ellen, bazd meg. Hogy az egész beat'em up egyszerre rám, bazd meg. Oh. Ez az. Bazd meg, pont a tagad tért ki hard elő. Jaj! A kurva anyádat nagyon beszűkült a seggem, megint bazd meg. Méreg tőle. Elkezdett gyorsan számolni.
fight. Az aranyló van. Oké. Okay. Fuck. Ez aránytalan, hogy hármat berém verés után annyi, érted? Tehát azért hiába kapom el rendszeresen erősen, érted? Ja, meg hogyha megindul a kombóval, akkor az bármimet megszakítja, érted? Nőre várt új? Hát... Zavaró mind a kettő amúgy. Mind a három. Fuck you! Meddig jöttök még? Verem a kurva anyádba! Ez az. És... Már nagyon ilyen kihúzás a kilódásnak egyébként. Szelet, bazd meg! Itt a múmiánke. Faszán néz ki. Belevertik a földbe az aranyosul. Csak nem, nem tudtam letaposni. Meg lerúgni nem tudtam, na. Hiába blokkolsz, te szemét. Smash! Az igen, adom neki keményen. Bonus game. Hit button. Ez most... Jajjajj! Távolra dobás! Értem. Biztos szarok voltunk. Ja, mert el kellett volna bízni az ezéket. Over there. Stage 6. A végső pálya. Gondoltam az Over there feliratból.
nincs a stingerem ez a baj. Ezt a káoszt. Ezt a Stinger mint előni. Ó, a halál, hát igen. Plusz gólem. Hát itt ma halál lesz a fő ellenség, úgy látom. De ez a gólem is ilyen feles erejű. Helikopter. Hát, ez nem valami izé. Ez nem valami kreatív. Legalább akkor már valami menőbb helikopter. Olyan lenne, mint a kék villáma izébe. Roy Schneider-es filmből, vagy valami. Akkor keverjük bele az izéket a... mindenfajta dolgot, ami volt a 80-as, 90-es években. Az az igazi, nem? És zombik ülnek a helikopteren. Ez az igazi. Néha behal az ujjam, ez a baj. Nem tudom végtelen időkig csinálni. Nagyon úgy figyelek a izére, bazzaj, mint a hímes tojásra hallok. Kreditre. De még lesz alkalmam bőven elbaszni. De nem kéne előről kezdeni a játékot, harmadjára nagy vérzést kapok. Azért... itt már érzem, hogy... egy 15 perccel meghosszabbodott a játékidő a bénaságom miatt. Ez meg nem jó. Valakibe beleállt a táska. Hord! Hord! Azaz! Na, rossz irány! Oké! Ez a G.I. Joe, bazd meg! Tényleg amúgy van itt egy ilyen G.I. Joe sárkád, vagy játék is. Na, bazd meg! Mi ez a kombó, bazd meg? Ez addig baszod, mi meg nem ölsz! De román vagy te! Már sok pofont nem bízik, ezt úgy látom. Még kell püfölni megint az összes ilyen buzit, jaj! Jaj, ilyen tűzgolyó! D&D-be tudtam volna használni.
de meg majdnem elbasztam. Mert nem sok kellett. Kira verni a buzi vámpírokat el. De mindig még a zombi keményebb ellenfelnél bizonyulnak, mint a izé. Mint a vámpírok, már nem azért, hogy szégyen. Mármint a játékra nézve. Na tagad buzi, na mi van? Hoppa, a zene becsicskult keményen. Főtámasztja Drakulát, oké. Okay. Végig kell verni, halál lesz itt szerintem. Egy erős Castlevania utalás, ami nem gond persze. Hangulatos játék az. Pláne egy beat'em up verzióban. Egy pofon kell a Drakiba, Dr. Akulába. Azaz. Végre. Stinger támadás. Oh fuck. Ez az. Hát, nem dobom el az agyamat, ez a speckó képességei, az volt tényleg, hogy föltámasztotta így a eddigi bosszokat, kivéve a múmiát. De mindegy, ezt a kredit felpörgetést, ezt nagyon aljas volt így azért, hogy el lehet baszni. Azt mondjuk, ha lenne is pénzed játszani vele, vagy... Vagy mint ilyen szimulációval játszod, mint én. Eléggé meg tudsz szívatni, bazd meg. Pláne ezt a végén sütöd el. Az idegörlő lehet. Jó, nem azt mondom, hogy 20-30 perc alatt így, ha már kened vágod. De vannak benne ilyen mesterséges blokk lassítások, hogy ilyen időhúzásszerű dolog. Stingert ma használtunk. Nézd meg és bazd meg. Most buzul be, hogy... Így vadul meg, hogy... Mankor már alig van HP, tiszta ilyen enrage, mint a vovos bosszoknál, geci. Azt a kurva itt te. Meg is basztuk. Menj a gecibe! Hát akkor játsz. De ez a szopatás, azt hiszed, hogy vége van. Á, mégse!
All Over, ugye? Hát igen, ez egy tipikus beat'em up. Ja. King Zartus. Smash. Fuck you. Stinger támadás. Sokat nem értük vele, mert amennyit rásebeztük, hogy sebződtem én is, bazd meg. Ja, meg fog vadulni majd. Stinger támadás. Hát, bazza. Ez nagyon durva, ez a tűzgyűrűs opció neki. Talán szépen egymás után süti be a buzi. Na. Ez aranyos, kis változatosság. Még így a bosszal még kilódnod kell. Ez olyan, mint amikor a kocsit üldöztük. A bossnak a szétvert felső teste még így szivat téged utoljára. Ilyen epilógusnak jó, hogy így levezeti a idézőjelbe a történetet. Na, király. Még egy faszabb beat'em up-ot kitoltunk. Kamu kreditekkel persze. De Gába, ahogy nézzük, ez nem csalás, mert gyakorlatilag olyan, hogyha pénzt dobtam volna be. De, és az árkádoknak igazából ez a lényege, hogy játszasz te vele bármeddig, ameddig bírod. Az a lényeg, hogy a pénzedre menjen bele a játékba. Ez egy jó game volt nagyon. Szivatós, de nagyon jó. Nem nagyon engedte, hogy nevet írjon be megint. Ötös helyen vagyok. Best player listában. Jól van, na. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a eheti kis beat'em up-unk. Nem tudom, mikor debütáltatom, mi jelenleg még augusztus vége van, augusztus 31.
pár óráig még, és majd valamikor lehet, hogy október vagy szeptember vége fele bedurran ez a játék is. Na, köszi a lehetőséget, szavaztok!